figyelem, a mai videó nem a rák alternatív kezeléséről szól, hanem főleg a megelőzésről. Betegség esetén a kezelőorvos utasításait kell követni. Ráksejtek naponta alakulnak ki a szervezetben. Szerencsére különféle védőmechanizmusok, például az immunrendszer speciális sejtjei elpusztítják őket, mielőtt elterjednének. Egészen addig, amíg már nem. Rossz hír, hogy a rák alattomosan alakul ki. Legtöbbször akkor derül rá fény, amikor már annyira elterjedt, hogy tüneteket okoz. Csak üljünk gyanútlanul, és várjuk meg ezt a helyzetet. Vagy tehetünk mi magunk bármit, hogy a védő mechanizmusaink a legnagyobb hatékonysággal dolgozzanak. A jó hír az, hogy tehetünk. De mit? Böjtöljünk? Éhezzünk? Együnk a diétát. Kezdjük azzal, hogy megértsük, hogyan befolyásolja az étrend a rákot. A kutatások azt mutatják, hogy az, amit eszünk, jelentősen befolyásolja a rák kialakulását. A legfontosabb mechanizmusok a következők. Bizonyos tápanyagok elősegíthetik vagy gátolhatják a rákos sejtek növekedését. A második. Egyes összetevőkben gazdag étrend befolyásolja a hormonszinteket ezen keresztül a rák kockázatát. És a harmadik, étrendünk formája a bél mikrobiomot, amely hatással van a rák kockázatára, és egy esetleges terápiára adott válaszreakcióra is. Vannak bizonyos anyagok, melyeket a ráksejtek kedvelnek, másokat pedig nagyon utálnak. Ezek megismerése révén a feladatunk egyszerűnek tűnik, együk azt, amit nem szeretnek, és kerüljük azokat, amelyeket kedvelnek, illetve amelyek elősegítik a ráksejtek szaporodását. Megnézzük az ilyen legfontosabb tápanyagokat Először azokat, melyeket a ráksejtek kedvelnek, majd a videó későbbi részében nézzünk olyan táplálékokat, melyet kifejezetten nem szeret a rák, és sőt, rák elleni hatást mutatnak két olyan fő anyag van, amit a ráksejtek nagyon kedvelnek. Az egyik ilyen nyilvánvalóan a ráksejtek által kedvelt tápanyaga, cukor. Ez persze nem csak amiatt a közismert összefüggés miatt van, hogy a ráksejtek szeretik a cukrot, és elég sokat is használnak fel belőle, a dolog ennél összetettebb. A daganatképződést a sejtanyagcsere átprogramozása kíséri. A normál sejtekben működő energiatermelést oxidatív foszforilációnak nevezzük. Ettől eltér a ráksejtek anyagcseréje, mert túlnyomó részt az úgynevezett glikolitikus utakra térnek át a gyors növekedés támogatása érdekében. Tehát a cukrot más módon bontják le, mint az egészséges sejtek. Ezt Warburg effektusnak nevezik. Kutatások szerint közvetlen kapcsolat van a cukor és a rák között. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a magas szaharoz vagy tartalmú étrend számos mechanizmust aktivál, belépve a gyulladást, a glükóz és lipidanyagcsereutakat, utakat, ami ok okozati összefüggést mutat a túlzott cukorfogyasztás és a rák kialakulása és progressziója között, és ez független a súlygyarapodástól. A túlzott mennyiségű zsigeri zsír okozta hosszú távú gyulladás viszont növeli a rák kockázatát. Azoknál az embereknél, akiknél több a zsigeri zsír, 44%-kal nagyobb volt a rák és a szívbetegség kialakulásának esélye. De erre aztán sok guru ráugrott, főleg a keto hirdetők, és a ketós elméleteik támogatására használták ezt fel. Rossz hírem van, a ráksejtek fel tudják használni a ketonokat is, tehát nem a cukor elvonás fogja megoldani a kérdést. A ketogén diétát jelenleg nagyon népszerűsítik a rákkezelésben, de számos esetben a daganatok gyors progressziójához előrehaladásához vezet. Elengedhetetlen annak a megértése, hogy a rákos sejtek abnormális módon metabolizálnak mindent, a glukózt is, de ugyanúgy a glutamint például. A vércukorszint csökkentése önmagában nem hatékony. Tehát nincs az, hogy most, ó, oké, most elkezdek cukrot nem enni, mert már rákon van, és akkor majd ettől rendbe jön, ez így nem így van hamarabb kell elkezdeni a cukorfogyasztás abba hagyását. Mindjárt kitérünk ide is. A helyzet tehát nem olyan egyszerű, hogy hirtelen hagyjuk abba a cukor és a szénhidrát evést, és majd csoda történik, sőt, fog történni más, amiről a ketósok milyen hallgatnak, de erről majd megint később. A natív cukorfogyasztást másokból is minimálisra kell csökkenteni az anyagcsere egészsége miatt, ennek a folyamatnak a révén elkerülhetők azon változások, melyek viszont idővel rákhoz vezetnek. Sokat emlegetett módszer a bőtölés. Bár a bőtölés és az azzal együtt járó kalória megszorítás számos tanulmány szerint hatást mutatott, viszont aggodalomra ad a rákos betegek időszakos böjtjével kapcsolatban, hogy a kopalás miatti kalóriakorlátozás az alultápláltságra, a kahexiára, a szarkopéniára halmos betegeket veszélyezteteti. Ezek pedig igen gyakoriak rákbetegség esetén. Na de mi a helyzet, ha nincs rák, de meg akarjuk előzni? Mit tud tenni ebben az esetben a bőjt? Hát ha valaki meg van győződve róla, hogy a koplalás hasznos, neki hát tegye azt. De ma meg fogom mutatni, hogy ehelyett van még más is, és éppen elég. Nem kell annyit kínlódni és éhezni. Annyi bizonyos, hogy a fűnyíró elven működő semmit evés levágja a cukorbevitelt, nyilván, mert a teljes szénhidrátbevitelt is. De levágja a fehérjét is. És minden egyebet. Tehát olyan, mintha egy ilyen 5 kilós kalapáccsal állnánk neki gyertyát cserélni az autóban. A koplalás megértéséhez tudnunk kell az úgynevezett mTOR nevű enzimről. Ez az enzim nagy változást mutat koplaláskor, és ennek kihatása van az öregedésre és a rákokra is. Az mTOR, azaz Mammalian Target of Rapamycin, azaz rapamicin célpontja, emlősökben egy elég furcsa nevű fehérje ez, ez szabályozza a sejtproliferációt, az a sejtszaporodást és fejlődést, az autofágiát és az apoptózist, ezek pedig a természetes sejt elemei, hogy azáltal, hogy a szervezetben több jelátviteli útvonalon vesz részt szabályozóként. A különféle tápanyagok jelenléte vagy hiánya befolyásolja az mTOR aktivitását. Az mTOR gátlása fontos tényező az élettartam meghosszabbításában. Az mTOR ad magyarázatot például arra, hogy az anorexia miatt, tehát a kóros pszichés neme evés miatt kórházba került nőknél miért fele akkora a melrák kockázata, mint általában. Aktiváció esetén az mTOR jelátvitel elősegíti a daganatsejtek fejlődését és anyagcseréjét, és ezek hozzájárulnak a tumor kialakuláshoz és előre meneteléhez. A kalóriakorlátozás lecsökkenti az mTOR jelenlétét, tehát egyértelmű, hogy az pedig akkor a daganat fejlődés ellen hat. Emlőrákok és más daganatok esetén viszont magas az mTOR szint, amely a betegség agresszívebb előrehaladásával, valamint az emlőrákos betegek alacsonyabb túlélési arányával jár. Tehát úgy néz ki, hogy az alacsony mTOR szint hasznos nekünk. Áttörés következett be viszont ezzel kapcsolatban, amikor a tudósok felfedezték, hogy a kevesebb bevés előnyei nem a kalóriák korlátozásából származnak, hanem a fehérje korlátozásából. Kiderült, hogy a fehérje bevitel korlátozása sokkal fontosabb, mint az általános kalóriakorlátozás. Tehát az mTOR-ra a fehérje korlátozás hat, nem a kalóriakorlátozás. Magyarul a rák megelőzésében a fehérje korlátozása fontosabb, hatékonyabb és kevésbé megterhelő, azaz könnyebben betartható, mint a teljes bőtölés. A kalória nem az mTOR aktivitás elsődleges kiváltója, hanem az aminósavak azok. Az aminósavakról ugye tudjuk, hogy a fehérjék építőkövei. Ez jó hír, mert a fehérje korlátozást sokkal könnyebb és biztonságosabb fenntartani, mint a teljes bőtölést. És innen kezdve már nem az átlagember számára nehezen megfogható mTOR-ról fogok beszélni, hanem arról, hogy ugye, ami aktiválja ezt, csak emlékezzünk, nem akarjuk, hogy ez az mTOR aktívkodjon bennünk. Ráadásul nem is minden aminosavval van gond. Néhány aminosav kiemelt szerepet játszik, a metionin és a három elágazó lánc az izoleucin, a leucin és a valin. Ezen specifikus aminósavak korlátozása adja a fehérje korlátozás legtöbb jótékony hatását, sőt csak a metionin korlátozása egymagában is elegendő lehet. Az összes kalória korlátozása az mTOR elnyomás révén olyan, mint teljes bőtöt tartani magyaró allergia kezelésére. Működik, de felesleges túlzás. És el is a második anyaghoz, mert a ráksejtek imádnak, ez a metionin. Ez adja a legfontosabb étrendi lehetőséget, melyel kordában lehet tartani a Kialakuló félben lévő ráksejteket. Van ugyanis a ráksejteknek egy érdekes tulajdonsága metioninfüggők. Rendesen, mint a kápszeresek, függnek a drogtól. Minden típusú rákos sejt függ a metionintól, és ezt a függést Hoffman-effektusnak nevezik a felfedezője Robert Hoffman után. A metionin korlátozása gátolja az összes rákos sejt növekedését és terjedését, még a normál sejteket érintetlenül hagyja. És ez itt a kulcsa mindennek. Ezen elindulva nem csak a gyógyszerkutatást tud majd kitalálni valamit, ami csak a rákos sejtekre hat, hanem mi magunk is kihasználjuk ezt a különbséget, és sokkal egyszerűbb így. Mit jelent ez a számunkra gyakorlatban? Nos, azt, hogy metionin szegény diétával kordában tarthatjuk a rákot, és ha megelőzésként hosszú ideig csináljuk ezt, akkor komoly csökkenés érhető el a rák későbbi kockázatának vagy előfordulásának csökkentésében. Csak akarás és kitartás kérdése. Na persze a metionin egy eszenciális aminosav, ez azt jelenti, hogy a szervezet nem tudja előállítani, ezért a táplálékkal kívülről kell bevinni. A metionin fontos szerepet játszik a test számos funkciójában, ezért joggal felmerült a kérdés, hogy jaj, mi lesz, ha nem eszünk elég metionint a rák megélőzés miatt. Na erre mindjárt kitérünk. Tehát, metionin szegény diétát érdemes követnünk, és mindjárt látni fogjátok, hogy ez nem is olyan bonyolult. Nézzük meg először, hogy mely élelmiszerekben van sok metionin, és miben van kevés. Itt lehet látni egy listát arról, hogy melyek a magas metionin tartalmú élelmiszerek. Azt lehet mondani, hogy a húsokban elég sok van. Itt lehet látni valamilyen stéket, 972 mg az első helyen, itt 100 g-os adagokról beszélünk mindig. Aztán látni lehet itt ilyen olyan egyéb sték és békönt, szintén 900 mg feletti értékekkel, darált pulyka 931 mg, tehát az összes fajta hús bizony eléggé sokat tartalmaz, és az se számít, hogy vörös hús, vagy baromfi, vagy hal, ugyanaz. Nézzük meg a tejtermékeket és a tojást. Itt azt látjuk, hogy a parmezán sajt például 1114 mg, azt, amit nagyon sajnálok, mert én azt nagyon szeretem. Mindenféle sajtban egyébként elég sok van. Itt azt, amit látok, hogy tojáspor az lényegtelen. Van szórás a sajtok között, tehát Ugye nyilván a puhább sajtok kevesebbet tartalmaznak, mert nincsenek annyira koncentrálva, de például a mozzarellában csak 515 mg van. 100 mg sült tojásban van 411 mg, és nem sokkal kevesebb van akkor se, ha csak a fehérjét sütjük ki, a fehérjét használjuk fel a tojásnak. Nézzük most meg, hogy mi van a zöldségfélékben. Hát, amit kihoz magasnak, az a szárított spirulina ezt nem nevezném zöldségnek, hanem egy kicsit menjünk lejjebb, és például itt lehet látni a lencse csírát, az csak 105 mg-ot tartalmaz, a szójacsíra meg csak 89-et. A zöldborsó 82 mg-ot tartalmaz, a fokhagyma 100 g-ja 76 mg-ot csupán, a kukorica meg 69 mg-ot. Aztán itt a brokkoli, főtt brokkoli, 43 mg, gomba 42 mg, percsezsem is. A bab 40, héjába sült krumpli 38 mg 100 g-onként. Tehát úgy tűnik, hogy a zöldségekben, növényi eredetű ételekben nagyon kevés van, és ezt érdemes megjegyezni. Ha meg aztán tényleg nagyon-nagyon keveset akarok, akkor arra itt van a cukkini 18 mg, vagy a cékla 18 mg szintén. Hát ezek azért elég szép alacsony számok. Ha pedig a gyümölcsöket nézzük, ott még inkább találunk alacsony értékeket. Az elején a szárított gyümölcsöket láthatjuk, ami nyilvánvaló, hogy koncentrátum megint, tehát ezt hagyjuk is. Az avokádóban például csak 38 mg van 100 g-jában, de láthatunk cseresznyét, 10 mg van benne mindösszesen a sárga barackban is, narancsban csak 9 mg, grapefruitban 8, banánban 8, mangóban 8, szilvában 8, tehát a legkevesebb metionin a zöldségekben és a gyümölcsökben van, még a legtöbb a húsokban, illetve a halban, és ebben a kérdésben a csirkehús, marhús és a hal nem nagyon tér el egymástól. Van még jócskán a tejtermékekben is. A megoldás elég kézen fekvés, ezt nem én találtam ki. A vegán diéta legalkalmasabb a metionin szint csökkentésére, de legalábbis az általam mindig ajánlott növényalapú diéta kevés állatéredő fehérjével nagyon javasolt. A kevesebb metionin tartalmazó élelmiszerek fogyasztásakor pedig még mindig épp elég metionin jut be a szervezetbe ahhoz, hogy a normál sejtjeinknek elég legyen, miközben a ráksejtek éheznek. További előnye a növény alapú étkezésnek a rák megelőzésben az, hogy számos zöldségfélében a ráksejteket kifejezetten gátló anyagok vannak, ilyenek a hagymafélék, a fokhagyma bennük lévő allicin miatt, de ilyenek a keresztes virágok, például a brokkoli, melyben szulforafán található, de a káposztában is van. A szulforafán rendkívül potens anyag számos rákkal szemben. Amennyiben látni szeretnéd a videót, amelyben a különféle zöldségek ráksejteket pusztító hatásáról volt szó, kattints ide. Egyébként pedig jó éjszakát kívánok!